A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Izajás 2700 évvel ezelőtti proféciája és a mai éjszaka liturgiája megmutatja számunkra, hogy a megváltó születése úgy ragyogja be életünket, mint ahogyan egy erős lámpa fénye behatol az éjszakába és szétoszlatja a sötétséget, mondta dr. Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilika éjféli szentmiséjén. A főpásztor kiemelte továbbá, az Úr megjelenésével az öröm az, amely visszatér az emberek életébe. A mai áldott éjszakán ezt az örömet keresve indultunk el mi is a sötétségben, és azért jöttünk el Isten házába, miközben hitünk lángja világította be lépteinket, mert eltöltött bennünket a remény. A remény, hogy itt nagy világosságot találunk. Ha megnyitjuk a szívünket, akkor mi is képesek leszünk erre a határtalan örömre. Ha rácsodálkozunk erre a kisdedre, hálásan eszünkbe juthat, hogy Isten milyen nagyszerű módot talált arra, hogy a testvérgyilkosság sötét bűne után vesztébe rohanó emberiséget megmentse. Káin óta az évszázadok során hány és hány Ábel lett áldozata az erőszaknak, a háborúknak, a gyűlöletnek, mind a mai napig. Isten azonban nem hagyta magára az emberiséget. Ferenc pápát idézve Ternyák érsek rámutatott, a kisdedi Jézus nem más, mint az Isten alázatának és szeretetének a jele. Isten eljött közénk, mert meg akart ismerni bennünket, minden félelmeinket, a szenvedéseinket, vágyainkat. De csak akkor láthatjuk meg őt, ha a szívünket kinyitjuk felé és befogadjuk. Ahogyan Kalkuttai Teréz anya fogalmazott, karácsony van mindig, amikor hagyod, hogy az Úr újra és újra megszülessen, hogy másoknak ajándékozhasd, mondta a szentbeszéde végén Ternyák Csaba.